Csöngei gyerek, fáramászós, harmadban futkározó. Amire apja ülteti, szekérhúzó állat, széles hátú ló. Először csak lassacskán ballagott, hiányzott a megszokott teher. Fickándozó kis lovasával trappolt a domboldalra fel. Ott már vacsorával várták a gyereket. Frissen sütött, meleg csillagot evett. S a jámborló kék mezőn áttelelt, kék füvet a kék mezőn legelt. Nem tudta még, hogy új nevet kapott. Két domb között Pegazussá változott. Ezt a Pegazus című verset Károlyi Ami írta, és nem másról szól, mint a férjéről, Vörös Sándorról, és Vörös Sándor Csöngén eltöltött gyermekéveit idézi fel. Mi sem lehet szebb bizonyítéka egy összetartozásnak, mint az, hogyha az embert érdekli, hogy a párja gyermekkorában milyen hatásokkal lett gazdagabb, és mitől lett aztán azzá a felnőtté, akibe beleszeretett, akit megszeretett. Egy nagyon különleges költő párról fogok ma mesélni, Vörös Sándorról és Károlyi Amiról. És ez a két ember olyan mesés körülmények között is találkozott, ismerte meg egymást és élt együtt, ami önmagában is egy gyönyörű, szép történet, és érdemes felidézni a részleteket, túl azon, hogy mindkettőjük életműve nagyon gazdag, és elmondhatom, hogy ha belenézünk a köteteikbe, ma felnőtt fejjel is nagyon sok mindent fel tudunk fedezni bennük, amiket talán már ismertünk, de még a gyerekkorunkban ismert versek is sok újat mondanak. Tehát Károlyi Ami és Vörös Sándor. Míg Vörös Sándor, aki már nagyon korai gyermekkorában sok-sok hatásnak lett kitéve, hiszen az édesanyja az antropozófiai körben járt rendszeresen, és vitte magával a kisfiát is a falujában. Kiválóan beszélt németül, zongorázott, és egy művészetekre nagyon fogékony asszony volt. A gyermek talán tőle tanulta, vette át mindezt. És volt egy nagyon szigorú apa is Vörös Sándor életében, úgyhogy mindig inkább az anyához húzott, és az apai individumtól félt és tartott, ezért aztán az életében a nő szerepe nyilvánvalóan nagyon megnőtt már gyerekkorában, és ezért is lett a felesége, egyben a pót anyja is Károlyi, ami ezt a szerepet vállalta, és nagyon jól tudta, hogy mit vállal, amikor ezt elvállalta. Tehát Vörös Sándor csodagyerekként indult a magyar irodalomban, 16 éves korában már ismerte Kosztolányit és Babicsot, mind a ketten nagyon nagyra tartották, Kosztolányi gyönyörű sorokat írt hozzá, és abszolút csoda gyermeknek is hívta ebben az írásában, ebben a levelében. Amikor 18 éves volt, akkor publikált először a Nyugatban. Vessük össze azzal, hogy Károlyi Ami 31 éves, amikor Babits Mihály beteszi két versét a Nyugatba, Magyarország legfontosabb irodalmi folyóiratába. Károlyi Aminak is van egy párhuzamos élete ebben a gyermek vonatkozásban. Ott egy tisztviselő apa volt a színen, és egy olyan anya, aki szintén zongoraművész lett volna, de a három gyerek miatt és a családanyaság miatt félretette ezt az ambícióját, és felnevelte a gyerekeket. Talán Ami pont ezt a művészi vonalat vitte tovább, és ő, amellett, hogy elvállalt egy úgymond gondnokságot Vörös Sándor felett, lett felesége és pótanyja is egyben, és ezzel egyben egy költői sorsot is sikerült beteljesítenie. Az a bizonyos Napló részlet című vers, ami abban az 1940-es Nyugat számban jelent meg, amiben Károlyi Ami első két verse is megjelent, tehát Vörös Sándor Napló részlet című verséből egy kis részletet hadd idézzek. E vers szerzője olyan vágyna lenni, kit földi öröm sose melegít, kinek másokra nincs szüksége semmi, s mert vágytalan, hát másokon segít. Írja a 27 éves Vörös Sándor, aki már egy komoly publikációs múlttal rendelkező költő volt ekkor. Ez az együtt gondolkodás már nagyon korán megjelent, hiszen mind a ketten, amikor elkezdték a pályát, bizonyos dolgokat gondoltak a költészet hatalmáról, erejéről és szerepéről.
Vörös Sándor később erről így nyilatkozik, a nagy fordulat egy ember életében, nekem mi jut helyett, mi fakad belőlem. És ez elég ahhoz, hogy a bentről fakadó fényes legyen, és folyton tisztuló. Egy gyönyörű életpálya modell ez, nagyon ideális, és tegyük hozzá, hogy az úgymond földi gondoktól rendkívül mentes. Károlyi, ami Kérelem című versében, egy kicsit másképp van ugyanez, vagy talán épp az ellenkezője, attól függ, hogyan értelmezzük. Úristen, add, hogy szakadatlan ne hánytorgassam, amit adtam. Mint éj a napra szakadatlan, arra gondoljak, amit kaptam. Tehát az egyik ember adni vágy, mi fakad belőlem, kérdezi Vörös Sándor, és mondja, hogy ez a lényeg. A másik pedig, Károlyi, ami azt mondja, arra gondoljak, amit kaptam. Tehát, amit kaptam, az tulajdonképpen átfolyik rajtam, és mégis adom valamelyest. Szóval a két filozófiának, bár első hallásra teljesen ellentétesnek tűnik, mégis ott van az a közössége, amitől például Károlyi, ami és Vörös Sándor egy csodás páros tudott alkotni. Most Károlyi, ami gyerekkoráról egy kicsit beszélve, így ír saját magáról. 1909-ben születtem. A gyerekkor nagy elhanyagolt kertje determinált a természetem. Otthon vagyok a teremtett világban. Gyerekkoromban rajzoltam, színészkedtem, verset írtam, mint a legtöbb gyerek. A különbség csak az, hogy én nem hagytam abba. Noha szikes talajra hullott egy kezdő költő próbálkozása a II. Világháború idején. És utána még vagy 10-15 évig is csak két ember tartozott olvasótáboromhoz. Igaz, ez a két ember Fülep Lajos és Vörös Sándor volt. Nem mondom, hogy ez közömbös volt számomra. Költő és olvasója együtt alkotják a verset. Saját költészetéről, a versírásról nagyon sokat írt, és a kötetei is, amik sorra megjelentek Károlyi Aminak, mind-mind egy kicsit másként a lírához viszonyuló költőt mutatnak be. Mindig kitalált és kipróbált valami újat, és ezeknek az eredményeit jegyezte le, és adta ki aztán a köteteiben. Így az ő lírája igazán az újholdasok táborához méltó, kísérletező líra volt mindvégig. Úgy látszik, a költészet nem törődik a kilátásokkal, nem törekszik sikerre, egy szóval költészeten kívüli tényezőkre. Csak van. Természetesen igyekszik formát találni, mint az esőcsepp. Írja Károlyi Ami, és Vörös Sándor is hasonlóan nyilatkozott annak idején arról, hogy mit akar ő a költészettel elérni, megmutatni akar dolgokat, és hatásokat akar elérni. És van, akiben eléri ezt a hatást, annak ad ez a költészet, van, akit pedig nem érint meg, azzal nincs mit kezdjen a költő, hiszen nem is ez a dolga, hogy feltétlenül megszólítson embereket. Még Károlyi, ami így ír, összefoglalásként a költészetéről. Mi a verseink közös jellemzője, ami már legkorábbiakban is feltűnik? A valóság jelentéktelen dolgait kapcsolatba hozom a mindenséggel. A halászháló csomóit a csillagokkal, a piacot a halottas szobával. És most valóban mondjunk nagy szavakat. Az életet a halállal, és még tovább, a halált a végtelennel. Én a belső valóságnak a realistája vagyok. Örökség című versében, ahogy a Pegazusban Vörös Sándor gyerekkorát boncolgatta egy kicsit, a saját gyermekkoráról így szól. Ki hagyta rám-e furcsa örökséget? Tán javasasszony volt a drága, füveket, gombát egybefőző tündér, boszorkány, ükanyó, bárka. Kezében óriás kertészolló, az életekből itt-ott levágott, s életdarabokból foltozott nekem egy foltos bohóc világot. Ezt a világot hagyta rám, a sok mögött mégsem egészet. A csupa kérdő és gondolatjel, mi a világból az enyém lett. A vizsgálódó, folyton örökké kíváncsi, a dolgokat
teljesen más szemmel néző költő volt Károlyi Ami és Vörös Sándor is. Ez a költői lelki rokonság, világnézeti egybeesés nagyon-nagyon izgalmassá, érdekessé, és nem utolsó sorban produktívvá tette az ő író-művész házasságukat. Kedves nyári sors, engedje meg, hogy a megszólítás nehézségét egyik szép vers címével kerüljem ki. Árpi barátom olyan szíves volt, és a maga verseit megmutatta nekem. Nagyon tetszenek, mert nem csak szépek, hanem talajra épülők. Igen tetszik, ahogyan a bútorokból felidézi az erdőt, és annak kényes boldog madarait, és ahogy megmutatja a tárgyak honvágyát. Ma csak néhány költőnő tud ennyire a létmélységeihez, az igazi valósághoz férkőzni. A férfi költők elkárhoznak az artisztikumok útvesztőiben, vagy még rosszabb esetben a napi politika büdösségében. Vigyázzon a tehetségére. El ne nyeljék a napi gondok, a polgáriasság, a polgárias könnyedség, a cukorból készült álerkölcstelenség. Legyen masszív, mint egy aranyból készült papnő. Ez volt az első levél, amit Vörös Sándor írt Károlyi Aminak. Illés Árpád barátja mutatta meg. Károlyi Ami a Magyar Csillag című folyóiratban megjelent néhány versét, és nagy örömmel hozta, hogy micsoda tehetséges nőt, költőnőt fedezett fel, és Vörös osztotta ezt a nézetet. Ez a kapcsolat aztán nagyon-nagyon gyorsan elmélyült, és az első komolyabb randevú után házasság is következett a lánykérés után. Erről a temetőben történő randevúról ír maga Károlyi Ami egy aranyos kis írásában. Éppen valahova mentek, méghozzá nem is akárkihez. Szentendrén addig kerestük, és nem találtuk Hanvas Bélát, míg végül is a régi temető egyik jeltelen sírdombján üldögélve Sándor feleségül kért. Figyelmeztettem, hogy ne hamarkodja el, legalább egy hétig gondolja meg, csak akkor nyilatkozzon, és ím következik a folytatás, ahogyan a kulcshelyzetben, folytatásos regényekben szokás. Sándor egy szép délelőtt meg is jelent a Törökvész úton, ott laktunk, de mit tesz Isten, autóverseny volt a hegyen, s egyik járdáról a szemköztire átmenni hősiességet kívánt. Az autók üvöltöttek, bőgtek, nyargaltak, ahogy versenyautókhoz illik. A mesebeli hétfejű sárkánnyal vette fel a harcot, aki köztük közeledni próbált. És Sándor megküzdött ezzel a mesebeli hétfejű sárkánnyal, ami aztán mindkettőjük költészetében egy nagyon komoly motívummá változott, és átment az utca túloldalára, és megkérte Károlyi Ami kezét, és összeházasodtak. Ez a házasság eleinte, főleg művészkörökben, nagyon különös visszhangot váltott ki. Azt mondták a költő és írótársak, hogy az, hogy Puck és Ariel összeházasodik, az nem biztos, hogy szerencsés csillagzat alatt született kapcsolat, idézve a két különleges és szeretnivaló Shakespeare hőst. De Károlyi Ami, aki egyébként Károlyi Amália Mária Franciska néven látta meg a napvilágot, ekkor 38 éves volt már, Sándor pedig 4 évvel fiatalabb, 34, tehát egy érett ember pár kötött itt szövetséget. 42 évig éltek együtt, és Sándor halála után Ami még 14 évet gondozva ez alatt az idő alatt a férj irodalmi hagyatékát. Károlyi Ami régóta vágyott egy társra, nem véletlen, hogy nehezen talált, hiszen egy nagyon komoly műveltségű és egy határozott filozófiákkal, véleményekkel rendelkező asszony volt ő. Van egy szép verse a Fiatal lány tavasszal. Azt hiszem, ez pontosan összefoglalja, hogy kire vágyik egy fiatal lány. Megláttam magam a szemedben, s tudtam, szép vagyok és egyetlen. És ilyen tükröm nem lesz több egy sem. Sokáig elidőztem a szemedben. Aztán írt egy
gyönyörű verset, aminek az a címe, hogy Ad Notam V.S., tehát Vörös Sándor dallamára mintájára. Álmod ajtajában áldogálsz, álmod ablakában üldögélsz. Ablak ajtó nyitva, sose félsz. Álmod ablakában üldögélsz, álmod ajtajában áldogálsz, valaki belessen, arra vársz. Hát ez a vers pont olyan, mint ez a sztori, amit leírt arról, hogy várta, hogy a szomszédos járdán áldogáló Vörös Sándor végre átkeljen az úttesten, és a ház ajtaján belépve megkérje Károlyi a mi kezét. Van aztán egy később megjelent vers, ami mégis erre a későn kötött házasságra vonatkozik. Sokat kell behozni egy-két év alatt, 20 évet, 30-at, 60-at, szobába zárt ifjú éveket, mikor a felhők szálltak nélküled. Ez is gyönyörű, gyönyörű verse Aminak. És hát rengeteg sztori, történet van. Nem is idézek, talán inkább, hát kettőt biztosan. Az egyiket éppen Amitól, aki saját életükről nagyon aranyosakat írt. Az életünkben nemigen fértek anekdoták. Mi történt ezzel, amazzal? Ellenben elmesélni való szenzáció volt, ha a cica ásít, vagy a harmadik szomszédbeli kislánya kertkapunál bevágyakozik hozzánk. Gyerekek, állatok érezték meg, hogy itt találnák meg az igazi vackukat. Vagy virágmagvak itt találnak mediterrán éghajlatra az alaksori helyiségben, amit tréfás felsőfokon lovakteremnek neveztünk. És a kulcsok, amiken rózsaszín madzag van, hogy könnyebben megtalálhatók legyenek, mert persze állandóan keresünk kulcsot, szemüveget, pirostokban, gépelt másodpéldányokat. Egy szóval rendetlenek vagyunk. Jobban mondva, csak a szavakkal vagyunk precízek. A szavaknak pontos helyük kell, hogy legyen. Nagyon jó páros lehetett ez. És a közösségnek, az együttességnek mi sem lehetne szebb bizonyíték a költők esetében, mint maga a vers. Írtak saját magukról is, és a saját kapcsolatukról is ilyen szép verseket. Vörös Sándor a társ. Keverd a szíved napsugár közé, készíts belőle lángvirágot, s aki a földön mellém viseli, és hevét kibírja, ő a párod. Károlyi, ami így. Halkan mondjad, hangosan hallik, vissza ne verjék messzi falak, leírni talán nem is szabad. Orcádra fessed rózsaszínnel, bújtasd mosolyos csigaházba, didergésbe és könnyű lázba. Rejtsd pillád alá, meg ne lássák, akadó lélegzetbe vessed, hogyha szereted, így szeressed. Vörös Sándor írja visszaemlékezésében, már élete alkonyán, 1947 óta egy olyan emberrel élek együtt, aki akarva akaratlanul tágította a horizontomat, s így, ahelyett, hogy megrekedtem volna saját vackomon, olyan irdatlan távolságokat jártam és száguldottam be, ahová tán messzelátóval és 7 mérföldes csizmával sem járhat, illetve juthat el az ember soha. Sok mindent alkottak együtt, közösen szerkesztettek sok könyvet. Ezekből az egyik talán legjellemzőbb rájuk a Macska Szerenád című kötet, amelynek a borítóján láthatók is ők ketten macska képében, és a macskák mindkettejük életében nagyon fontos szerepet játszottak, Vörös Sándor is imádta őket, Károlyi Aminak pedig az első kötetei, amik verses gyermekmesék voltak, egyenesen macskákról szóltak. Tehát ez mindenképpen egy mindkettejüknek kedves közös kötet. Aztán van a Tarka Forgó című csodálatos gyermekvers gyűjtemény, 120 vers az év 12 hónapjára, a Hetet Hét Ország című gyermekkönyv, de szépséges a Vörös Sándor Titkai című kéziratos verses könyv is, amit
Károly Jaminak készített Sanyi bácsi, és mindenféle színű tintákat felhasználva illusztrált is. Volt egy Szívem nagyon forró kezd lenni címmel megjelent Karai Ilona nagyon korán elhunyt izgalmas költőnő hagyatékát feldolgozó kötet, és ezt még kibővítették a Három veréb hat szemmel című, szintén nagyon irodalomtörténeti érdekességeket boncolgató kötetben, amiben elfeledett költőket vettek sorra, és kutattak utána mind a ketten. 1985-ben jelent meg Vörös Sándor és Károly, ami Élete képekben című, szintén csodálatos és kettejüknek méltó képet állító kötet. És aztán a Tollrajzok című kötet, amiben Vörös Sanyi bácsi maga rajzolta az illusztrációkat, ez is egy ilyen rajzos kötet volt. Tehát a 42 év alatt, amit együtt éltek, a közös munkák mellett természetesen voltak közös utazások is. Rögtön következzék a Nászút Rómába, egy nagyon komoly egyéves ösztöndíjjal, és innen való az a második történet is, amit ígértem, hogy két sztorit olvasok. Ez bizony egy sokak által megörökített, és mindenki által egy kicsit máshogy elmesélt történet. Ez most Csorba Győző emlékezése. Római sztori. Nem messze az akadémiától volt egy kocsma. Ültünk egy asztalnál, és akkor Sanyi megint beszívott, mert a sok ifjúkori szesznek az lett a következménye, hogy nagyon könnyen berúgott. Egyszer csak kinyílt a szája, és elkezdett beszélni. És méghozzá, noha akkor még csak 2 vagy 3 hónapos házas volt, a házasságáról. Ugyanis Ami igyekezett eltiltani minden szeszféleségtől, de úgy, hogy Sanyi nem tudott ellene védekezni, mert Ami mindig ott volt, tehát nem engedte szabadon. És akkor kijött belőle a keserűség. Emlékeztek még Toldi Miklós történetére? Mondtuk, persze, hogy emlékszünk. És hogy ott a nádasban milyen kalandja volt a farkasokkal? Arra is emlékszünk. Azt mondja, és mit csinált Toldi a farkasokkal? Egyiket a másikkal verte agyon. Nekem 2 farkasom volt az életemben. Az egyik a szesz, a másik a nő. Azt hittem, hogy ha megnősülök, az az egyik farkas, és a szeszt, a másik farkast agyon tudom vele ütni. És nem sikerült. Bizony, Lator László is mondta, hogy ha Ami nem jött volna Sándor életében, akkor lehet, hogy Vörös Sándor is egy korán elhunyt költőnk közé tartozik a sorban, mert a szesztől bizony elveszti józan eszét és az életét is. És ez a tiltás és örökös felügyelés egész életükre jellemző volt, ami sokszor bezárta Sándort, aki természetesen jó borivóhoz méltó megpróbálta ezeket a helyzeteket orvosolni, és nagyszerű cselekkel vette rá például az éppen a ház alatt dolgozó munkás embereket, hogy hozzanak neki bort és csigás vödörrel, hadd jöjjön föl az az isteni nedű. Mi alatt Károly Ami azt hitte, hogy Sándor biztonságosan bezárva a lakásban üldögél alkohol nélkül. Egy másik levélke is, egy esküvés, tanúsítja pont erről az olaszországi utazásról, ezt az alkohollal való kapcsolatot. Így szól, feleségemnek ezennel megígérem és megfogadom önszántamból és saját tervemből, hogy egy nap 1/2 liter bornál többet nem iszom, kivéve havonta egyszer, de akkor sem berúgásig. Berúgni maximum 1/2 évenként egyszer. Catania, 1948. január 24. Vörös Sándor. Az utazásokra visszatérve, 59-ben Görögországba és Kínába utaztak egy hosszú útra. Egyébként Vörös Sándor 24 évesen, amikor Baumgarten díjat kapott, azt a bizonyos összeget arra költötte, hogy egy hosszú távol-keleti utazást tegyen. Írt is Keleti úti napló címmel egy nagyszerű írást erről. Itt fedezte föl, gyermekkorára visszautalunk, amikor az antropozófiai tanokat megismerte, az igazi keleti filozófiákat, és az archaikus eposzokkal is itt került komolyabb kapcsolatba, és aztán majd Várkonyi Nándorral és Hanvas Bélával való barátsága ösztönözte arra, hogy ezeket az archaikus eposzokat igen közelről tanulmányozza, és a Gilgamesh például le is fordítsa.
Utaztak Dubrovnikba, New Yorkban voltak Amikával, Londonban többször is. Felolvastak itt mindenféle magyar társulatok estjein, és ezek az utazások nyilván még jobban összekovácsolták a kapcsolatukat. Zsákok című versében így ír erről az összetartozásról Károly Jami. Életednek nagyobbik fele egy másik élet terhével tele. És megfordítva, életem fele az életednek terhével tele. Életünknek terhe 40 hátizsák. Ha te azt a zsákot kibontanád, mit találnál benne? Szokott-szokatlan együttléteket csomagoltunk félve, ne gyűrődjenek. Sejempapír között egy-egy suttogás. 40 évvel tömve, 40 hátizsák. És írt Vörös Sándor csodálatos, gyönyörű verset Károly Jaminak, a feleségnek, Káncóne címmel. Még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem. Ó, hallgat még felőled benne a lélek, mely fájtlat von köréd szerelmesem. És még nem tudom, hogy néked mennyit érek. Jó sorsodat hozom, vagy tán halálom aranys gyémán díszét, még nem tudom. Új, mézes fájdalom indái közt nehéz utat találnom. Csak azt tudom, hogy társra sose várt az én szívem, s lettél egyszerre társa, elvéve tőle életet s halált, hogy visszaadd másféle ragyogásra. Hol bennem erdő volt, dúvad s madárhad hazátlan csörtet villámtűz elől, és kunyhom összedől, ha benne otthonod meg nem találtad. Csak azt tudom, hogy hajlós testeden szinte öröktől ismerős a testem, fejemnek fészke ott a kebleden, s nem szégyen, ha előtted könnybe estem. Semmit se titkolok, s ős ismerősen jársz vad, töretlen Tibet tájamon, imbolygó szánalom, vagy éji égen csillagkérdező szem. A megtépett ideg, rossz kuvik, szemed nyugodt kék mécsét megtalálja, kicsinyke úrnő, térdethez búvik, s elszunnyad az érzékiség kutyája. És benn a fénykirály, az örök ember, még hallgat, tán nem tudja szép neved, s nem mond ítéletet. Így vár, piros ruhában, szerelemben. De ennek a szép összetartozásnak voltak más oldalai is, és nyilván ezek összefüggtek pontosan azzal az igazi házastársi zsarnoksággal, amire Ami kénytelen volt azért, hogy Sándort megmentse. Megjelent egy nagyon érdekes kötet Elhagyott versek címmel. Ezek azok a versek, amik az egybegyűjtött kiadásokból és egyéb megjelenési fórumokról hiányoznak, és nem véletlenül, azért, mert Vörös Sándor rengeteg verset írt, de csak a töredékét ismerhetjük igazán. Ezeket az elhagyott verseket mind-mind kigyűjtve az életműből most elolvashatjuk, és bizony van itt egy címtelen vers, igen hosszú, és bár egy kicsit Vörös Sándori hangú, mégis szokatlan. Feleségem mindig nyelvel, győzi szóval, győzi elvel, mint zubogó tüzes katlan, szapul engem szakadatlan. Benne sülök, benne főlök, mint málló rongy, vergölődök. Nem is tudom, mit tehettem. Élve pokolra vettettem. Azt se tudom, hol a fejem, soha sehol nyugodt helyem. Csak az orromat lógatom, és fogamat csikorgatom. Így bolondot hogy tehettem, mikor feleségül vettem? Hordom én a pénzt a házba. Nincsen kurvázás, se kártya, s ha néha egy kicsit iszom, pénzt arra se szórok bizony, mégis csöröl, pöröl nyelvvel, soha meg nem álló nyelvvel. Csak tajtékzik, mint a szappan, télen, nyáron szakadatlan,
Pöröl este, pöröl reggel, pöröl düvel, pöröl kedvel, pöröl nappal, pöröl éjjel, csörföl, darál, kárál, kéjjel, pöröl széken, pöröl ágyban, pöröl bőszen, pöröl lágyan, pöröl állva, pöröl ülve, pöröl forrón, pöröl hülve, pöröl konyhán, pöröl gangon, pöröl mindenféle hangon, pöröl későn, pöröl korán, pöröl mindig egyáltalán. Nyelve csattog, mint a pöröly, nem is tudja miért, csak pöröl, kinn az utcán, benn a házban, de nem pöröl társaságban. Akkor féket kap a nyelve, nem tartozik idegenre. Ez csak egy részlet volt, közben kétszer-háromszor ilyen hosszú ez a zseniális vers, és pont amikor olvastam, gondoltam arra, hogy milyen izgalmas és ismerős nekem ez a pöröl, 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 és rögtön eszembe jutott, hogy honnan. A 13. századi Carmina Burana-ból származik egy nagyon hasonló kis vers, amit természetesen szintén Vörös Sándor fordított le, az így hangzik. Iszik szegény, iszik beteg, iszik aggastyán és gyerek, iszik főpap, iszik dékán, iszik hugom néném bátyám, iszik apám, iszik anyám, iszik minden egyáltalán, iszik száz és iszik ezer, egész világ nyakal vedel. Hát ez pont stimmel. Vers formájában is, ritmusában is, és témájában is erre az elfeledett Feleségem című Vörös Sándor versre. 1989-ben 75 éves korában halt meg Vörös Sándor, Károlyi, ami 14 évvel élte túl, és végig a férje mellett volt. Egy olyan verset választottam erre megemlékezésül, ami nagyon jól rímel a Pegazus című versére, amit a gyermek Vörös Sándorról írt, ez a Sárkány című vers pedig a haldoklóról szól. Akár a gyermek kezében a spárga, amivel réten dombon sárkány teregett, hogy a nagyságos semmibe ne menjen, fogom a kezed. Visszatartó kézből lendül, szabadul, várja már a sötétkék semmi. Gyerek kézből szélkapdost a sárkány. Így kell a magasságos mennybe menni. Sokat beszélhetnénk még Vörös Sándor és Károlyi a mi életművéről, de ennek a kis filmnek az volt a célja, hogy az ő kettősükre fókuszáljunk, és nézzük, hogy ez a két ember egymásnak mit tudott adni, és egymással hogyan tudtak még csodálatosabban működni. És engedjétek meg, hogy egy Károlyi a mi verssel zárjam. Egyensúly. Addig élek, míg ellenállok északi szélnek, szaggatónak. Addig élek, míg földbe verhetsz rózsa mellé, rózsakarónak. Tartja egymást az én s az ő összefonódott egyensúlya. Nem tudni már az ölelésben, ki a karó és ki a rózsa. Köszönöm, hogy velem tartottatok.